Ilias Nikolász válogatott kardozunk, mint ahogyan sokan tesszük ezt egy esztendő végén. 2013. decemberében számot vetett az addigi teljesítményével, és annak rendje és módja szerint kitűzte az új céljait 2014-re. Igen ám, de már decemberben nem úgy alakultak a dolgok, ahogy ő szerette volna, és az új évben is történt vele valami, ami átírta az eredeti terveket. Otthonában látogattuk meg Ilias Nikolászt, a magyar kardválogatott versenyzőjét. Az, hogy miért nem a vívóteremben, hamarosan kiderül. A 23 éves fiú még szüleinél lakik, és amint beérünk az ő birodalmába, természetesen már is a legfontosabbakról mesél, az érmekről és a kupákról. Erre vagyok a legbüszkébb igazából, ez az egyéni junior világbajnoki cím, amit 2010-ben Azerbajdzsánba, Bakuba szereztem, illetve a felnőtt világbajnokságon csapatban bronzérmesek voltunk 2009-ben Antáliában. Úgyhogy ez a kettő, amire a legbüszkébb vagyok. Majd persze előkerül a családi fotóalbum, amelyben most már több röntgenkép is helyet kap, és ezek is Nikolász gyűjteményének részei. A válogatott kardvívó ugyanis nemrégiben eltörte a karját síelés közben. Nagyon haragszom az osztrákokra, mert nem tartották rendbe a pályát, így éppen a két nagyobb pálya között, amikor síeltünk át, már tértünk volna haza a szállásra délután 3 óra körül, akkor az egyik buckán a jobb lábam megugrott, lecsatolódott a léc, és akkor abba az irányba dőltem is már egyből, és testen ráestem. Nem estem egyébként nagyot, és nem is mentem olyan nagy sebességgel, de rosszul estem, és így testen ráestem a jobb kezemre, és akkor már egyből láttam, hogy baj van. A helyzetet súlyosbította egy 3 évvel ezelőtti szánkóbalesetben történt komoly sérülés. Ez egy súlyosabb törés volt, akkor lejjebb is tört itt a csuklomhoz közelebb az orsócsontom, és akkor kaptam oda egy fémet, amivel összetartották ott a csontot, hogy szépen összeforjon. Na most ezért ez nagyon megbonyolította a mostani műtétet, mert ezeket a fémeket már úgy rakják be, hogy nem nagyon szeretnék kivenni. Most viszont kénytelenek voltak, most egy kicsit följebb tört itt az orsócsontom, úgyhogy gyakorlatilag szinte az egész alkaromat végig kellett vágni, és nagyon küszködött az orvos azzal, hogy kiszedje az előző fémet, és berakja ezt az újabb, hosszabb fémet. Nikolász szülei és edzője, Riba Ferenc, nagyon elszomorodtak a történtek miatt. Szüleim, meg az edzőm is egyébként támogatta, hogy egy pár napot az Alpokba két komolyabb verseny után, két világkupa után kint töltsek. A molotonitást abszolút megtörte volna, és fizikálisan is jó állapotba kerültem volna az, hogyha nem történik ez a baleset. Azonban nem így alakult, úgyhogy mindenki nagyon szomorúan fogadta. Hamarosan leveszik a gipszet Nikolász kezéről, és persze a gyógytorna mellett a napokban megkezdheti az edzésmunkát, mivel szerencséje a szerencsétlenségében, hogy balkezes, és ahogy ő fogalmazott, a legelhanyagolhatóbb végtagja sérült. Azonban ez a baleset így is átírta a 2014-es terveit. Ez az idényem, ez már eleve egy kicsit megviselt, hiszen volt egy mandulaműtétem decemberben, úgyhogy amiatt a magyar bajnokságot kellett kihagynom, most pedig a februárban kezdődő világkupa sorozatban 2 kimaradt gyakorlatilag a múlt heti budapesti, illetve az e heti moszkvai világkupa versenyen nem tudok sajnos részt venni. A célom az volt, hogy egyénibe a világranglista 16-ba beverekedjem magamat. Most mivel két világkupáról így lemaradok, ez így megnehezíti ebből a szempontból a dolgomat, illetve a csapatba kerülés se lesz egyszerű, hiszen a többi hazai válogató versenyt gyűjtögetik a pontokat, még nekem ezek hiányozni fognak. Ennek ellenére még így is a 4. helyen vagyok pillanatnyilag a hazai ranglistán, és ugye hát a férfi karcsapat az 4 emberből áll, úgyhogy bízom benne, hogy ennek ellenére az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is részt veszek majd.